Második János Pál pápa 1991-ben Szombathelyen járt, ezt megörökítette a Szombathelyi Televízió. Ezekkel a felvételekkel kezdődött a Függetlenség Szentje című könyv bemutatója. A magyarországi látogatás ösztönözte Stendő Rezsőt arra, hogy tudatosabban gyűjtse és kiállítási anyaggá rendezze az egyházfővel kapcsolatos bélyegeket. Mindent megszereztem, amit lehetett, amihez hozzájutottam. És tulajdonképpen az, hogy kiállítási anyagot csináljak én belőle, az ő 2005-ös halála után kezdődött. Tehát, hogy akkor gondoltam, hogy ennek az embernek, ennek a szentnek, most már később ugye szent, emléket kellene állítani. A bélyek kiállítása a Szili Látogatóközpontban nézhető meg, ebből az anyagból készült a könyv. Az 1978-ban pápává választott Karol Wojtyla katolikus egyházfőként több mint 100 utazást tett külföldre. Sokat tett a népek és vallások közötti egyetértésért, emlékeztetett a Lengyel Köztársaság nagykövete. Székely János megyés püspök beszélt a karizmatikus pápa életéről, mély hitéről, nyitottságáról, történelmi szerepvállalásáról. Hatalmas megerősítés volt az ő alakja, mind a közép-európai kommunista diktatúrában élő népek számára. Amikor azt mondta, hogy ne féljetek, ez egy üzenet is volt arra, hogy ennek a falnak, úgy mint valaha Dávid neki ment Góliátnak, mi is neki futhatunk. A történelem igazi alakító ereje nem a hadseregek, nem a pénz, hanem az emberek hite, mentalitása. Jövőre a szombathelyi pápalátogatás 30. évfordulójára nagyszabású megemlékezéssel készül az egyházmegye.